A Kádas Dózsa György iskolában Tatár Jánosné igazgató asszonnyal beszélgettünk a tanévkezdésről, a nyári munkákról, fejlesztésekről. Mint megtudtuk, az intézmény fenntartó Karcagi Tankerületi Központ EFOP-os pályázaton 135 millió forintot nyert a Te is közén tartozó című pályázaton, amelynek célja, hogy a sajátos nevelésű igényű, illetve a súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekeket fejlesszék, illetve még jobb körülményeket biztosítsanak nekik. Ez a terem a 316-os pályázatunknak az eredménye, a gyümölcse. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a szakszolgálattól visszakapott három helységünket gyönyörűen berendezhettük egy komplex gyógypedagógiai központ, fejlesztő központtá, aminek tényleg igazán azt gondolom, hogy a pedagógusaink, gyógypedagógusaink örömére, és majd a gyerekeink örömére fog szolgálni. Ez a terem, ahol most vagyunk, ez egy mozgásfejlesztő szoba, mindenféle speciális fejlesztő eszközökkel. Aztán van egy másik helység a háromból, amelyik egy terápiás szoba, ott sófallal létrehozva, ami ugye a gyerekeknek, illetve a bentartózkodóknak a légúti megbetegedésének a megelőzésére szolgál. Ott különböző terápiás eszközöket is találhatunk, a pedagógusok használják majd a bábterápiát, zeneterápiát, egy eszközkölcsönzőt is létrehoztunk, ahol számtalan új eszközzel gazdagodott a fejlesztő eszközparkunk, melyeket a pedagógusok a kinti integrált intézményekbe is ki fognak vinni, és ott is használni fogják majd fejlesztésre. És a harmadik termünk az pedig egy úgynevezett Schnoselen szoba, ami az érzékekre hat, és hogyha belép az érintett gyermek vagy pedagógus, akkor azonnal a fények és a zene és a hangulata megadja azt a nyugtató, relaxáló érzést, ami a mi gyerekeinknek is, és talán még lehet nekünk pedagógusoknak is szükségünk van. A pályázat keretében mindhárom feladat ellátási helyjel pályáztak a Kisújszállási és a Karcagi Kádassal, illetve a Karcagi Zöldfa utca 48 szám alatti fejlesztőiskolával. Valóban számomra is nagy-nagy örömteljes meglepetés volt, annál is inkább, mert a mai nap folyamán fogadórám is volt az intézményben, hiszen ez az intézmény a területemhez, a 8-as számú választókerülethez tartozó intézmény, és mindig figyelemmel kísérem az intézmény fejlődését, gyarapodását, és így meg különösen a tanév kezdetén, amikor alkalmam volt a mai napon végig megtekinteni ezeket a csodálatos termeket, elbűvöltek, és valóban a legnagyobb elismeréssel szólok, kedves támogatók, pályázat útján, illetve az intézmény vezetése és a tankerület vezetése felé örülök és gratulálok hozzá. Több mint 33 millió forint értékben sikerült fejlesztőeszközöket beszerezni a pedagógusok továbbképzésére, szakmai fórumokra, előadásokra is lesz mód, hogy a gyógypedagógiai felhalmozott szakmai tudásukat átadják, segítve az integrációt óvodás kortól a felnőtt korig. A Karcagi Tankerületi Központ 5 közigazgatási járásból vannak diákjai. 29-30 településről mintegy 100-an kezdik a tanévet, betartva az előírásokat. A 20-21-es tanévet megint megközelítőleg 100-100 fölötti gyermeklétszámmal indítjuk. Ez azt jelenti, hogy 10 évfolyamban általános iskolás és szakiskolás tanulókkal. A kollégiumunk 20 fő fogadó férőhelyen rendelkezik. Ebből a tavalyi tanévben 17 tanulónk volt, most is megközelítjük ezt a létszámot. Ugye, ahogy elindul a tanév, onnantól fogva lesz majd végleges a létszámunk. Az idén a kerti munkás szakképzésünk, a mézes kalács készítő, a szövőszakmák indulnak, kivezetésre kerül a közkedvelt volt a tanulóink számára a kerékpárszerelő, és új szakmaként fog majd bevezetésre kerülni a festőmázoló, illetve a csokoládé termék készítő, úgyhogy reméljük, hogy az is nagyon kedvelt lesz a tanulóink körébe. Karcagon másnap néven, szeptember 22-én a Múzeumparkban érzékenyítő napot tartanak, melyre szeretettel várnak majd minden érdeklődőt. Az első rendezvényünk az a másnap lesz, szintén ebből a pályázatból valósul meg. Ez egy integrált program, amely reméljük, hogy a városban sok pedagógussal, gyermekkel fogunk találkozni ezen a rendezvényen. Terveznek szülősegítő programokat és fejlesztő eszközkölcsönzést is működtetnek a szülőknek.